Lenne még egy gondolatom. A tisztességtelen ajánlatukat, mikor tették nekem, szerettek volna aláíratni velem egy média nyilatkozatot, amelyben elismerem, és megteszem, hogy törlésre kerülnek az internetről az őket negatív színben feltüntető reklámok. Nem írom alá! Nem tűnnek el a negatív reklámok. Kérdem én, amikor ők aggódnak a negatív reklám miatt, belegondolnak-e abba, amikor egy oldalon felbontják az adósok által fizetett szerződéseket? Hányan kerülnek megszégyenülten KHR listára? Hányan járnak megszégyenülten az önkormányzathoz jegyzőkért birtokvédelmet kérni? Hányan járunk az okmányirodába az autóink papírjait rendbe tenni, amikor a lombár a forgalomban lévő autóinkat, az okmányirodákat megtévesztve kivonatják a forgalomból? Ne aggódjanak a negatív reklám miatt! Elintézzük a sorsukat!